A karácsonyfa kiválasztása legalább olyan fogós kérdés, mint minden családtag számára megtalálni a megfelelő ajándékot. A jó választás megkíméli az embert az idegeskedéstől szenteste napján és az azt követő hetekben. Hazánkban minden második eladott fenyő luc. A lucfenyő a tipikus illatos karácsonyfa. Kedvező áron beszerezhető, talán az egyetlen probléma vele, hogy meleg lakásban igen gyorsan lehullanak a levelei. Az ezüstfenyő ára még megfizethető, bár tény, hogy drágább a lucnál. Szép formás, kicsit olyan, mintha a fagy csillogna rajta, igazi ünnepi hangulatot teremtve ezzel. Díszíteni azonban nem könnyű, mert nagyon szúrós. Évről évre egyre népszerűbb a Nordman fenyő, aminek ugyan nincs illata, de tűlevelei alig szúrnak, és mindezeken kívül azzal lopta be magát a háziasszonyok szívébe, hogy gyakorlatilag nem hullatja a leveleit. Azonban, ha a fenyőfák királynője mellett döntünk, mélyebben a pénztárcánkba kell nyúlni. A fa vásárlásánál érdemes a szakember tanácsait szem előtt tartani. Azt kell megnézni, hogy hogy állnak a tűlevelek, ne legyen elszáradva a fa, mert az látszik, tehát ránézése is látszik, hogy az friss. A földlabdáson ugye azt nézzük, hogy az bele legyen ültetve abba az edénybe, nem akkor ugye bele nyomkodva. Tehát ezt mindenféleképpen ezeket a szempontokat nézzük. Az ezüstfenyőt 5000 forintért kínálják, az egyre népszerűbb Nordman fát pedig 7-8 ezerért. A legnépszerűbb fa várhatóan idén is a lucfenyő marad, amelynek métere 3000 forint. És darabáron is lehet fenyőt vásárolni, ahogy ezt Alkéri Ferencné is tette. 3000 forint darabja. Hát a fagy véget ugye egy kicsit össze vannak fagyva, de egy kicsit kirúg ugye. Igen, ez csinos és szép. Csinos és olyan, mint ön, drága asszonyom. Megmondom őszintén nyíltan, az idő vasfoga nem fogott magán. Jó. Úgyhogy hála jó Istennek, így alakul a dolog. Jó idő is hiszen van. Meg is felel. Húzzuk be hálóba, drága asszonyom? Igen. Jó. A józsavárosi piac vásárlói között vannak, akik csak sétálgatnak a kiállított fák között, és beleszeretnek egy-egy példányba, de akadnak olyanok is, akik szinte centiméterre pontosan tudják, hogy mekkorát szeretnének. A lakásom panel, tehát nincsenek nagy méretű szobák, és ezért egy kisebbet választottam, valamint nem terjedelmest. Tehát, hogy ne foglaljon nagy helyet, mert nincs tér, amiben egy nagy fa szépen mutat. Tehát csupán emiatt. Cserepes fenyőt is lehet vásárolni, az áraik 5 és 10 ezer forint között mozognak. Garanciát ugyan nem vállalnak arra, hogy megmarad, de jó esetben tavasszal akár ki is lehet ültetni az ilyen fákat. És vannak, akik hosszú távra szerzik be az ünnep legfontosabb szimbólumát. Egyre népszerűbb a műfenyő. A fiatalok az ezüstöt választják, az idősebbek általában zöldet és kisebbet, de a félméterestől a kétméteresig lehet válogatni a műfenyők között. A műfenyő előnye, hogy könnyen össze- és szétszerelhető, szétszerelt állapotban kis helyen elfér. Egy jó minőségű műfenyő, szabályos, könnyen díszíthető, nem hiányoznak róla innen-onnan az ágak, éppen olyan, mint az igazi, csupán illata nincs.